küszöbb kialakításoknál, teraszok esetén egy alapproblémára hívnál fel a figyelmet. Tehát ha van egy födém szerkezetünk, amire telepítünk egy nyílászárót valahol, valamilyen magasságban, akkor észre kell vennünk azt az alap problémát, hogy maga a belső burkolat az valamekkora, jellemzően mondjuk 10-12, esetleg 14 centi, és a külső burkolat a lejtéseinél fogva, a hőszigetelésénél fogva pedig sokkal vastagabb, 40 akár 50 centi is lehet. Tehát ezt a különbséget egész egyszerűen minden normális ember valamiféle lépcsővel hidalja át. Tehát itt attól függ, hogy milyen fellépési magasságot akarunk, 10 centit vagy 15-öt, vagy mi az előírás, valamennyi lépcsőfokot ide be kell iktatni. Ha azonban azt csináljuk, mint sok építkező, mert hogy ő nem hajlandó kimenni lépcsőn át a teraszára, akkor azt fogja választani, hogy erre az erkélyre, erre a teraszra, bocsánat, tehát teraszra, ami korábban nyílászárót elhelyezett maga kialakításával, és ez a belső padló rétegrend nyilván nem lesz több, hanem ez marad ugyanannyi, viszont a mondjuk ez a korábban is említett 12 centi, viszont a külső 40 centi, amire szükség volt, azt ő ugyanerre leviszi, erre a 10-12 centire, legyen mondjuk pont ugyanannyi, hogy 12 legyen, és utána csodálkozik, hogy ide ebbe a kevés 12 centibe nem lehet beerőszakolni mondjuk 15 centi hőszigetelést, mert ugye egy födém, egy belső tér fölé legalább kéne amúgy 25, de most ne akarjunk ennyire nagyra törők lenni, de ez a 25 centi a rákerülő fóliákkal, a rákerülő betonrétegekkel, ami legalább 5 centi, a rákerülő burkolatokkal, ami alaphangon 2-3 centi, és a lejtésekről még nem is beszéltünk, ami 5-20 centitől bármi lehet, attól függ, milyen nagy a terasz. Tehát ha megnézzük ezt a sok centit, 25-30-35, ez legalább egy 40 centi, ahogy korábban említettem, vagy több, és ide nem fér be valami. Tehát valami hiányozni fog a rétegrendből, és ebben a 12 centiben nagyjából csak egy legybeton és a burkolatai férnek be, ergo az egész alsó tér ki fog hűlni, mindenhol penészedések, lecsapódások, hőhidak lesznek, és egyéb szerkezeti anyagok is fognak hiányozni, nem biztos, hogy a burkolat is megfelelő lesz, nem biztos, hogy a lejtések megfelelőek lesznek, csak azért, mert azt a döntést hoztuk, hogy mi síkban akarunk kimenni, sőt, még a tokot is ugye lejjebb visszük ez esetben, tehát még a beázás is könnyebben bekövetkezik, mert nem vagyunk hajlandóak lépcsőzni egy olyan szituációban, amikor az műszaki szükségszerűség. Tehát amennyiben belül ennyi a rétegrendünk, és kívül ennyi kell, hogy legyen műszakilag indokoltan, úgy az egy blödség, hogyha azt választjuk, hogy itt síkba akarunk kimenni. Olyat persze lehet, hogy azt mondjuk, hogy a szerkezetet leugrasztjuk, és akkor a födém így ugrik, de ez alulról furán néz ki, akkor álmenyezetet kell ide alkalmaznunk, vagy azt mondjuk, hogy ide bentre is megcsináljuk a 40 centis rétegrendet, csak ott meg azon sopánkodunk, hogy miért pazarlunk ennyi helyet, és milyen anyagot kell oda megvenni drága pénzért, hogy itt is meglegyen a 40 centi. Tehát vannak választások, de egyik se biztos, hogy megfelelő. Tehát egész egyszerűen ebben az esetben lehet, hogy le kell nyelni a békát, és egy olyan szép lépcsőt kitalálni ide a terasz küszöb környezetébe, ami megoldja azt, hogy ki tudjunk jutni kényelmesen, esetleg egy nagyobb pihenővel úgy még jobb, hogy legyen itt egy kellő mennyiségű megérkezés, de minden esetre vegyük észre, hogy a belső padló réteg és a külső az nem ugyanaz, nem tud ugyanaz lenni, mások a funkciók, mások az elvárások, tehát ne akarjunk erőszakosan síkba kimenni, mert ez minden bizonnyal problémát fog okozni, vagy a hőszigetelés fog hiányozni és hőhíd, vagy a vízszigetelés fog hiányozni és beázás, de valamelyik biztosan bekövetkezik csak azért, mert erőltettük a síkban kijövést. Műszakilag mondom, lehet megoldást találni, de azok nem biztos, hogy teljesen védhetőek, teljesen indokoltak. Tehát figyeljünk arra, hogy egy terasz küszöbnél a síkok találkozása is egy fontos és megoldandó feladat.